a véleményed Budaház így 13 éves fegyházbüntetéséről? Hát egyelőre még hála jó Istennek nem emelkedett jogerőre, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt még azért jön kutyára kamion. Azt kellene kikutatni, hogy ki az az ember, melyik az a csoport, akinek érdekébe áll a Gyuri, illetve az összes többieknek a letartó, tehát hogy börtönbe tudni több éven keresztül. Mert én szerintem anno ez az MSZP-nek sem nagyon volt érdeke, Fidesznek abszolút nem érdeke, szóval szerintem ez nem pártpolitika, ez valahol valami más. Hogyha ezt valaki megcsípi, akkor meg lehet csípni ezt az ügyet. Köszönjük. Én köszönöm.